A mai napon a csapadék képződést modellezzük. Ehhez szükségünk lesz egy főzőpohárra, amibe egy kevés vizet tettünk. Fontos, hogy ne legyen benne sok víz, hiszen akkor nagyon sok időt vesz igénybe a kísérletnek a véghezvitele. Szükségünk van egy óraüvegre, amivel lefedjük a főzőpoharat, és egy kis jégre, amivel lehűtjük az óraüvegünket. Csapadék képződésről tudni kell, hogy a Föld nagy vízkészletei napsugárzás hatására felmelegítődnek, a felmelegített világtenger párája megjelenik a légkörbe, és a felmelegedett levegővel együtt felemelkedik. Felemelkedés közben le fog hűlni, és amikor lehűlt, felesleges páratartalma kicsapódik, és visszahull a Föld felszínére, amit természetesen a levegő mozgása akár több ezer kilométerre is elsodorhat. Ezt a jelenséget próbáljuk meg most ebben a főző pohárban szemléltetni. Kísérletünket gyorsítja, hogyha a főzőpohárban lévő víz az már legalább langyos, akkor gyorsabb lesz a kísérletünk végbe menetele. Itt most a vizet elkezdjük melegíteni, ez a víz fölmelegszik, nagyon fontos, hogy ne forraljuk a vizet, csak lassan melegítsük. Ahogy emelkedik majd a könnyebbé váló meleg levegő, a felmelegített víz párájával telíti ezt a levegőt, és a lehűtött óraüvegen cseppek formájában kicsapódik. Kicsit hosszú ez a folyamat. A természetben itt a napsugárzást próbáljuk most helyettesíteni természetesen a borszeszégővel, a napsugárzás melegítő hatását. Otthon is el lehet végezni ezt a kísérletet, csak arra figyeljen, aki otthon próbálkozik ennek a kísérletnek az elvégzésével, hogy mindenképpen olyan edényt használjon, ami nem fog a melegítés hatására megrepedni. Erre kiválóan alkalmas egy befőttes üveg. Már az óraüveg tetején lehet látni, hogy melegítés hatására, ahogy a hideg óraüveggel találkozik a felmelegített levegő, már apró cseppek formájában a víz kivált. Ha ezek a cseppek elég nagy méretűvé válnak, akkor a kísérleti edényünk belsejében esőt fakasztva megjelennek majd a lehulló cseppek. A természetben természetesen ez a jelenség sokkal lassabban zajlik le, hiszen ott a felemelkedő levegőnek kilométereket kell megtenni. Itt most csak ezt a 12 centit kellett elérni, hogy a lehűtött óraüveg az a csapadékoknak kicsapódási felületül szolgáljon, a csapadék cseppek megtelepedhessenek, és ha megfelelő nagyságot elértek, akkor visszahulljanak a főzőpoharunkba. Itt most, ahogy látjuk a cseppeket lehulni, ezek természetesen felhőben helyezkednek el, és felhőből érkeznek meg a Föld felszínére, vagy vissza a világóceánba.